Több mint a felével csökkentette az ellenzéki képviselők fizetését Komló fideszes polgármestere. Arra hivatkozott, hogy jelenleg nincsenek testületi ülések, így nem dolgoznak a képviselők. A Komló Összeköt Egyesület képviselői szerint megalázó, hogy a fideszes frakció tagjai viszont a teljes bérezést kapják a polgármesterrel együtt. Először szóhoz sem jutottak a baloldali képviselők, amikor megtudták, hogy 220 ezer forint helyett havonta csak 60 ezer forint érkezik majd fizetésként a számlájukra. A vészhelyzet miatt ugyanis a polgármester testületi szavazás nélkül saját hatáskörben döntött a fizetés csökkentésről. A képviselők nem értik, miért nem saját magán kezdte a spórolást a város első embere. Én egy főállású polgármester vagyok, mindig is azt mondtam, hogy 0-24-ben dolgozom, de sajnos a Covid helyzet azt teremtette, hogy most a bizottságok helyett, a képviselőtestület helyett nekem kell a feladatokat ellátnom egy magamban. A Komló Összeköt frakció vezetője szerint a polgármester tévesen állítja azt, hogy a képviselőtestület nem dolgozik, és hogy nem jár a tagoknak a teljes bérezés sem. Álláspontunk szerint ez pusztán egy kifogás, és megalázó, szégyen teljes arra hivatkozni, hogy a képviselők nem dolgoznak. Természetesen mindenki teszi a dolgát, mind a hivatali képviselői munkát, mind a területi munkát illetően. Az MSZP országgyűlési képviselője, aki maga is Komlón lakik, azt állítja, a fizetés megvonás Polics József bosszúja a város fejlesztésével kapcsolatos vita miatt. A járványügyi intézkedések azok nem nyújtanak neki erre lehetőséget, hiszen ez nem azzal összefüggésben és nem arányosan történt, és ő maga is elmondja, hogy azért hozta meg ezt az intézkedést, mert a frakciónak volt egy javaslata egy fejlesztéssel kapcsolatban, és amit fogalmazott nála, elszakadt a célna. A Komló Összekölt Egyesület frakció vezetője azt állítja, a polgármester csak az ellenzéki képviselők bérét csökkentette, miközben a Fidesz frakcióban mindenki a teljes fizetését megkapja.